föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan múlat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árbóc és vitorla megtörve tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medrecs, dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat, jegyezd vele az égre örök tanulságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Karácsonyán, akár a betlehemi kisded, megszületett számunkra a remény, a szeretet jegyében kiterebélyesítendő szabadság. Mi, magyar ajkú lakosok e percben azzal sietünk a szabad Romániában szárnyát bontogató demokrácia segítségére, hogy megalakítjuk nemzetiségi érdekvédelmi szervezetünket, a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség megyei szervezetét. Történelmi pillanat ez. Olyan forradalmi folyamathoz zárkózunk fel, mely először e véráztatta a történelem során. Szerves egységbe fogja, és nem késleltetve egymás ellen működteti a demokratikus szabadságtörekvések, valamint a nemzeti érdek célkitűzéseit. Drága magyar nemzetiségű polgártársaink, éljünk az alkalommal. Megfontoltam az emberi tisztesség és szeretet jegyében, hogy most már el ne rogyjunk valamit. Tudassuk, tudatosítsuk, hogy a romániai magyarság a testvériség jegyében kér jogot, szabad nyelvhasználatot, nemzetiségi intézményrendszert, hiszen egyéni jogainkban megcsonkítva, kollektív jogainktól elzárva, másodrendűvé minősített, szemét lesütő nemzetiség nem lehet méltó társa a szabadságot ízlelgető román népnek. Erre csak a jogbiztonságot élvező, sajátos arcát, önazonosságát megőrző magyarság vállalkozhat. Kedves polgártársaim! Mai összejövetelünk célja a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség Szatmár megyei szervezetének deklarálása. Létrejötte nem szeparatizmus, hanem a természetes, szerves egység záloga. Az ideiglenes intézőbizottság feladata, hogy kijelölt emberei segítségével szakbizottságokat hozzon létre, hogy feladatunkat az élet minden területén elláthassuk, hogy távlatilag egy demokratikus választáson képviselőink által megjelenjünk az országépítő politika szinterén. A Romániai Magyar Demokratikus Szövetség nem párt, hanem pártszerűen működő szervezet. Egyesíti a romániai magyarságot pártállásra, ideológiai hovatartozásra való tekintet nélkül. A Romániai Magyar Demokratikus Szövetség a Szatmár megyei szervezete. Ez nem egy kész szervezet. Ez a szervezet most alakul. Egy teljesen ad hoc módra szerveződő csoport, akik nem egy önjelölt hatalmi csoportot képviselnek természetesen, magukra vállalták, köztük jó magam is, azt a feladatot, hogy ennek a szervezetnek, amely a mai naptól kezdve létrejött, és a mai nap eseményei közül ez a legfontosabb, tehát ezt a szervezetet felépítsék, szakbizottságot operatívvá tegyék, teljessék, lehetővé tegyék azt, hogy a megye minden területéről érkező munkafelkínálások, javaslatok a
összegezők vannak a munkacsoportokban, hogy ez a szervezet átfogja az élet valamennyi területét, és a nemzetiségünkkel kapcsolatos összes problémákat, összes megoldásra váró feladatokat elláthasson, mert feladat van elég. Több évtizedes kimaradást kell pótolni. A nemzetiségi autonómia és a saját arcunk, mondhatnám azt újrafogalmazása, a pánikszerű exodus megállítása, gazdasági munkabizottság létrehozásával megbízott felelős Béres József bankinspektor. Jogi munkabizottság létrehozásával megbízott felelős dr. Gerényi Zoltán. Művelődési életünk figyelemmel követésével és szervezésekkel megbízott felelős Parászka Miklós, azaz jó magam. Az ipari tárcával, tehát az iparral megbízott felelős Filip László. Mezőgazdasággal fog foglalkozni Pap László. Kereskedelmi felelős Lengyel Árpád. Szociális és egészségügyi felelős Ványi Tibor és Székely Irén. Tanügyi és ifjúsági felelős Lovas János. Felekezeti felelős dr. Bura László. Sajtófelelős pillanatra. Sajtófelelős Muzsnai Árpád. Szervezési felelős Formanak Ferenc és Nagy Ivan. Kérem szépen, ülésünk jellege, mint ismétlem, nem csak azért, hogy megőrizzük a pillanat méltóságát és ünnepélyességét, hanem egyszerűen azért, mert a munkának, a konkrét munkának és nem a panaszfalszerű önkorbácsolásnak van itt a helye, és ennek a munkának még nincsenek kidolgozva a módszerei. A munkát nem kijelölni akarjuk, a munkát mindenkinek önkéntesen el kell vállalnia, el kell végeznie, nem jutalomért, hanem azért a nemzedékért, amely utánunk következik, és amelyet felelősek vagyunk. Azt jelenti, hogy az újonnan alakult Románia-Magyarok Demokratikus Szövetsége nem lehet semmilyen párt vagy más szervezet vezetése alá rendelni. Tehát egy saját magát létrehozó, gyakorlatilag több pártrendszer miután létrejön, a Románia-Magyarok Demokratikus Szövetsége is egy ilyen szervezet lett. Egyedül a központi szervezet, tehát a Románia-Magyarok Demokratikus Szövetségi központi tanácsának ez alárendelve, és a helyi szervezet senkinek. Ez egy nagyon lényeges dolog. Az általános választások alkalmával külön jelöltet állíthat úgy országos szinten, mint megyei, városi és községi szinten. A Románia-Magyarok Demokratikus Szövetsége kapcsolatokat tartott fent más hasonló szervezetekkel és pártokkal, akiket ő delegál. Igazgatás területén kötelező módon bevezetnénk a két nyelv használata, ahol szükséges a három nyelv bevezetése, román, magyar, német, épp úgy a hivatalokban, mint a vállalatokban. Ez már egy későbbi probléma, mert ez központi tanács kell jobbá adja. Gyakorlatilag ugyancsak ezek a hivatalok köteles kétnyelvű nyomtatványokat létrehozni, a városokban és falvakban, kötelező módon kétnyelvű feliratok az üzletekben, az egészségintézményekben, valamint az utcákon és terekben, mint ahogy volt annak idején, mikor például én gyermek voltam. Ki volt előrejébe, hogy stráda és utána utca? Megalapítottunk egy ifjúsági szervezetet, Magyar Demokrata Ifjúsági Szervezet névvel, mely együtt kíván működni a fentebb említett romániai Magyar Demokrata Szervezettel. Mi, a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség Szatmár megyei szervezete alakuló ülésének résztvevői, az egész Szatmár megyei magyar nemzetiségű lakosság nevében ünnepélyesen kijelentjük a következőket. További életünket is a szabad Románia állami kereteiben képzeljük el, és mindent elkövetünk a történelmi szükségszerűségként értelmezett román-magyar barátság további erősítéséért. A legkövetkezetesebb módon elhatároljuk magunkat az esetleges soviniszta, nacionalista, irredenta megnyilatkozásoktól, és visszautasítunk minden ilyen megnyilvánulást
bárki részéről jelentkezzék is.